miért nincs szex? Ugye, amint a múlt heti videóban utaltam már rá, ez az egyik leggyakoribb kérdés, amit megkapok a pároktól, hogy miért kopott ki az együttlét iránti vágy. És amit szoktam rá válaszolni, hogy erre bizony minimum 30-40 okot fel tudnék sorolni. Ebből a videó első felében volt az első 10, és most akkor lássuk a második 10-et, de természetesen ezen kívül még számosok lehet. De bízom benne, hogy azért legtöbben, hogyha ezzel a problémával küzdenek, megtalálják ebből egyrészt a felsorolásban a saját problémájukat, másrészt pedig a többi videóban, ezért is van most ilyen gyakran átutalgatok, a megoldásokat is. Tehát lássuk akkor a 11-et, ami a szintén sokat említett egészségi állapot. Ami lehet bármi, lehet akár túlsúlyoka, lehet egy alacsonyabb tesztoszteron szint, ugye amit azért több vizuális ingerrel lehet például emelni házilag, vagy pedig akár tehát már egy hetente 5x30 perces séta túlsúly esetén már megemeli a tesztoszteron szintet, mert tudjuk, hogy a túlsúly és a tesztoszteron szint fordított arányban van egymással. De ugyanígy lehet aztán persze más, akár érrendszeri, dohányzás például roppant káros erre, és még számos okot lehet felsorolni. Lássuk akkor a 12-et, ami egyszerűen csak úgy hangzik, hogy rossz a szex. Azt, hogyha az egyik fél úgy gondolja, hogy hát mindegy, jó ez így nekem, csak igazából nem vágyik az együttlétekre, és elkezdi kerülni. Miért lehet rossz például? Tehát az egyik hölgyet idézném, aki azt mondta, hogy hát olyan a szex köztünk, mintha egy gyors vonat futná át rajtam. Ugye? Vagy pedig egy kicsit így a nyuszi példát szokták hozni, hogy mint a nyulak, tehát ez az oda megy, trrr, és már nincs is ott. Tehát akár ilyen, de ugyanennek természetesen a fordítottját is idézhetjük, hogyha a férfi azt látja, hogy a nőnek azt se tudja, hogy éppen jó volt, rossz volt, ugye, mint Chuck Norrisra mondták azt, hogy nem lehet tudni, hogy Chuck Norris örül, sír, dühöng, vagy éppen boldog, tehát, hogy abszolút ugye semmi feedback nincs. Erről is beszéltünk már sokat. Aztán hát az is tény, hogy ha már itt az ilyen szempontból, tehát mind az egymásra hatás, tehát mondjuk a nő úgymond csak eltűri a szexet, ugyanígy a másik részt behozhatjuk a 12. pontként a rutin szexet. Az, amikor bizony unalmassá válik. És ezért fontos, erre két szempontból is oda lehet figyelni, sőt, talán biztos vagy benne, hogy még több is. Tehát egyrészt ne legyen annyira az, hogy mondjuk, mit tudom én, szombaton a bevásárlás után, kipakolás után, és hogy tehát ne lehessen annyira, tehát ne ilyen feltétlenül ilyen rutin jelleggel legyen. Bocsánat, ezt azért is dadogtam egy kicsit bele, hogy ne keverjük azzal össze, hogyha bizony terveznünk kell valamiért, a gyerekek miatt, vagy más miatt, akkor nyilván a semminél sokkal jobb, hogyha így eltervezzük, de viszont azért arra figyeljünk, hogy akkor más szempontból csempészünk bele egy kis változatosságot. Annyiféle módon lehet, erről is majd lesz fönn természetesen videó, hogy mi mindennel tudjuk feldobni a hálószobánkat. Például az elég jó szexnél is lesz erről, igaz, csak kevesebb, de majd lesz egy teljes videó is. Tehát azt, hogy ne váljék mindig ugyanott, és itt hadd tegyem hozzá azt is, hogy ez persze megint nem csak a szexről szól, hanem szól a kettőnk kommunikációjáról, hogy mennyire vitális, mennyire eleven a kettőnk viszonya, mennyire van meg napközben is az a kis csipkelődés, az a játékosság, az a szenvedély, az az érdeklődés, amikor nem csak arról beszélünk egymással, hogy ki hozza a kiló kenyeret, és hányra érsz haza. Tehát az, hogy tényleg eleven maradjon a kapcsolat, és ezért a külső közös programok is ebben sokat segítenek. Aztán ott van az is, tehát amikor ez a túlzottan egymásnak való megfelelés mind a kettőnket leblokkol. Ez pedig már bizony a 14. pont, amikor annyira, azért is inkább nem kezdek hozzá, mert a másik például, és nyilván ez az ő feedbackjeiből, visszajelzésein is múlik, elkezd elégedetlenkedni, hogy már nem kívántál annyira. Vagy most ez miért tartott rövidebb ideig? Vagy például azt, hogy most nem éreztem annyira, hogy most tényleg
tényleg oda legyél érte. Vagy most kevesebb volt, mit tudom én, akár a pózváltás. Vagy miért tartott rövidebb vagy hosszabb ideig. Tehát ezért nagyon fontos a szexualitásunk, kiemelten az a terület, ahol kerüljük az ilyen kritikákat, és nagyon csak ilyen szörmentén fogalmazzunk meg, vagy még inkább ne fogalmazzunk meg ilyen dolgokat, inkább, ha lehet, más úton és kerülő úton vezessük rá a másikat, hogy mit is szeretnénk. Ne olyan dirigáló módon, mint a közlekedési rendőr, ugyebár. Aztán jelen lehet, amiért kihűl otthon a hálószoba, bizony azért azt se felejtsük el a harmadik megjelenése, ami lehet, hogy első pillanatban csak azt látjuk, hogy valamiért csökkennek az együttlétek, van aztán, hogy aztán meg is szűnik. Egyébként ez is érdekes, hogy sokszor bizony, tehát valahol a női férfi lélek is annyi paradox megoldást tud hozni. Sokszor bizony a férfi azért hagyja el, vagy tehát engedi el, inkább mondom így, a szeretőjét, amikor már az jelent számára például problémát, hogy otthon a feleséggel nem tud, és hogy nehogy emiatt lebukjon. Ez akkor szokott megjelenni, ha bizony-bizony valamilyen szinten már beleszeretett a szeretőjébe, és hogyha ugyanakkor pedig a család, az együttmaradás és a gyerekek, és egyáltalán a családi fészek fontosabb. 16. pontnak tettem a szerhasználatot, ami valójában minden ide tartozik. Tehát sajnálatos módon a drogoknak is van olyan visszahatása, visszacsapási hatás van, amelyik esetében, hogyha alkalmazás közben fantasztikus és sokkal jobb, sokkal inkább ilyen szexdémonként éljük meg magunkat, viszont anélkül egyre kevésbé működik, és összességében károsítja az egészséget, érrendszert és egyebeket. Hát az alkohol az azt gondolom, hogy kiemelten ilyen, és a dohányzásra is utaltunk már eleget. 17. a körülmények. Tehát egyrészt azt, hogy ne legyen túl monoton, de azért annyira se legyen változatos, hogy mondjuk szex közben 3 kutya nyalogatja a talpamat, vagy pedig, ugye ezekre már utaltam, azért is idézem, hogy mondjuk ne egy hűvös novemberi napon akarjunk a természet lágyölén szeretkezni, nagy is se kopogtasson be közbe pogácsával, süteménnyel, illetve mint egyik kliensem esetében egy életre a férjével a kapcsolatot, sőt, valahol ilyen szempontból a házasságot is megpecsételte, amikor az édesanyja, aki egy telken laktak, de külön házba, hát úgy döntött, hogy végignézi, mint a régi rendszerek mintájára, az ablak üveghez tapadva, hogy hogy is zajlik a nász éjszaka a lányának, és majd azt követően leszúrta a lányát, hogy milyen parázna dolgokat produkált. Hát nagyjából ezután így meg is lett pecsételve, mint említettem, mind a házasság, mind pedig az, hogy mennyire vált így a férjével a közös otthon tényleg a felszabadult és pajkos szexnek a terepévé. Tehát fontosak a körülmények, ugyanígy akár mondjuk, hogyha a szülőknél laknak, egy ágy recsegése, vagy bármi, ami bizony egyértelműen jelzi ugye a másik generáció számára, hogy éppen mi történik. Ugyanígy ugye a gyermeket is szoktuk említeni, az mint ahogy klasszikusan a példámban már mondtam, hogy valójában mint egy ilyen kis élő fogamzásgátló befekszik a szülők közé, vagy pedig csak éppen a legrosszabb pillanatban totyog be. Vitathatatlan ez általában. Ezt úgy hívjuk, hogy ősjelenet, a gyermek se szokott annyira örülni, úgy későbbiekben. A másik oldalról a szülők sem. Tehát azt gondolom avval együtt, és ilyenkor viszont fontos a szervezés, és nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy oké, hát akkor ettől függetlenül a mi szexuális életünk nagyon változatos, annyi történik, hogy nem éjjel szexelünk. Tehát ha meg tudjuk oldani, akkor egyáltalán nem befolyásolja például, csak fontos, hogy ez ne azt jelentse, hogy teljesen akkor a szex így áthúzva, mert hát a gyermek ott van. És hát akkor végül pedig az is tény, hogy az unalom, amiről már nagyon sokat beszéltünk, az unalom egyáltalán akár a párkapcsolatnál, akár pedig. Tehát az egyáltalán, tehát a párkapcsolat szintjében, akár pedig a hálószobában, ez az, amire mindenféle akár szexjátékokat, akár pedig közös programokat és egyebekkel lehet
ilyen szempontból feldobni. Miért fontos az unalom? Nézzük meg, talán ez a legkommerszebb dolog, amit szoktunk ilyenkor említeni. Ugye ilyenkor sokan a szexuális fantáziájukat veszik elő, mert hogy az unalom az pont ellentéte az izgalomnak. Tehát az izgalom az egy szexuálisan ajzó érzelem, miközben pedig az unalom az egy ilyen lehúzó, lehangoló, olyan, mint a szorongás, a depresszió és a gyász, tehát ugyanúgy nehezíti a kialakulását a szexuális izgalomnak. Ezért fontos annak az elkerülése, és hát ugye, ha már itt említettem, most van egy ilyen kicsit paradox mondás, hogy egy szerelmi háromszög esetében senki nem unatkozik. Na, ettől függetlenül viszont ez nem ajánlás volt, hanem sokkal inkább az, hogy ezt elkerüljük. Tehát ezért akár belegondolhatunk, hogy milyen szörnyű lenne, hogyha a párunk tényleg valami külső kapcsolat után nézne. Ezt azért mondom, mert bizony ezzel egy kicsit magunkat is tudjuk spanolni arra, hogy ne engedjük, hogy kikopjon a szexualitás, mert bizony a szex hiánya az túl nagy rés a párkapcsolatnak a pajzsán ahhoz, hogy bizony oda könnyebben beférkőzik, valóban is a harmadik. No, hát összességében, akit érint, vagy csak egyszerűen érdekel a videó, érdekelt ez a téma, akkor most nagyjából igyekeztem egy olyan 20 választ adni arra, hogy mi miatt tud kikopni a párok hálószobájából a huncutkodás. És tegyük hozzá, nem csak a hálószobájukból, a konyhából, a medencéből, és még sorolhatnánk, bár akik már azért ennyire változatosan, ott azért már kisebb a valószínűsége. Különböző további trükkökért, elkerülési lehetőségekért, illetve ötletekért pedig továbbra is nézzetek minket itt, exkluzívan a Szexkluzívon.